az apróbb tökfélék, ezek azért nem jellemzőek, mert ugye ebből kicsit nehezebb faragni. Doszpod Marian, ennek a zöldséges boltnak a tulajdonosa, épp azt mutatja, hogy nála milyen tököket keresnek leginkább a vásárlók. Az étkezésre szánt sütőtök választékon túl, október végéhez közeledve egyre nagyobb kereslet van a dísz és a faragásra szánt tökök iránt. Az elmúlt évek során ebből tényleg nagyon sokat visznek a vásárlók, mindenfélét, a rondábbakat, a szebbeket, tehát minden elfogy október 31-ére, Halloweenre szinte az összes darabunk el szokott fogyni. Egy ilyen tökfejet fogok rajzolni, ami vigyorgos. A 6 éves gátmezei család elmondása szerint a legnagyobb tököt választotta a lámpás kifaragásához. A bátaszéki művelődési házban már több éves hagyománya van a kézműves szakkörnek. Ezen belül hirdettek most tökfaragást a Tolnai városban. A vájás, a rajzolás, a tervezés az az ő feladatuk, úgyhogy tulajdonképpen az ő munkájuk lesz az, amelyet természetesen hazavihetnek, és akár hetekig világíthat az udvaron, az ablakban vagy a szobájukban. A célja semmi más nem volt, mint hogy együtt legyünk, örüljünk, csináljunk valami jót, a gyerkőcök kiélhessék a kreativitásukat, és együtt lehessenek egy kicsikét az őszi szünetben. Bár manapság már mindenkinek ismerős a gyertyáktól világított töklámpások képe, kevesen tudják, hogy az eredetileg nem az amerikai Halloween hagyományával érkezett hazánkba. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató elmondta, a tökfaragás egy ősi kelta szokás volt, és ennek bizony magyar hagyománya is voltak. A tököt hazahozták, rengeteg volt a háznál, lehetett vele játszani is. És hát természetesen ilyenkor nekiálltak a gyerekek, és a tökből fejet, emberfejet faragtak, természetesen közepébe ugye egy gyertyát, és ilyenkor már elég korán sötétedett, könnyen lehetett ijeszgetni az utcán az embereket. A néprajzkutató elmondta, bár csak feltételezésekbe tudnak bocsátkozni, úgy vélik, hogy hasonló eszközként szolgált az ijesztőfejű töklámpás, mint a busó állarc. Az ellenség eltántorítására, elűzésére. Minden esetre manapság a gyerekek közkedvelt díszelet ez időtájt, és az ország szinte minden pontját tartanak ilyen kézműves foglalkozásokat.